Sok szeretettel üdvözöllek, Dobos Balázs helyettes államtitkár úr, itt a SexEDI programunkon, amely az Országos Vállalkozói Mentorprogram keretében került megrendezésre. Előadásodnak a főbb gondolataid megosztanád velünk, azoknak, akik nem tudtak ma eljönni. Az előadásomban azt fogom bemutatni, hogy Magyarország 2030-ig szóló KKV stratégiában milyen utat, milyen jövőképet vázoltunk fel a hazai KKV szektor számára, illetve ez milyen feladatokat jelent a fejlesztéspolitika számára. Kettős célt fogalmaztunk meg a KKV stratégiában. Egyrészt azt, hogy a nagy növekedésre képes, a nemzetközi szintéren is versenyképessé tehető hazai vállalkozásokat tovább erősítsük. Másrészt a magyar családok széles körének munkát és megélhetést biztosító széles vállalkozói réteget meg tudjuk erősíteni. Milyen konkrét programok az, amelyek elérhetőek lesznek a mikro- és középvállalkozások számára 2022-ben? Az elmúlt egy évben a Gino Plus keretében egy gyors indulást hajtottunk végre, ami azt jelenti, hogy több mint 700 milliárd forintnyi fejlesztési forrást biztosított a kormány a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások számára. És azoknak a vállalkozásoknak a számára, akik mondjuk így szintet szeretnének lépni, nekik milyen fejlesztési támogatási lehetőségeik vannak? Kezdeném például a Magyar Falu Vállalkozás Újraindítási Programmal, ami a legkisebb településeken működő mikrovállalkozások támogatási programja. Itt kis összegű, 2-től 10 millió forintig terjedő támogatásban részesülhetnek a vállalkozások, annak érdekében, hogy megújítsák működésüket, technológiájukat. A skála másik végén pedig a Magyar Multi Program áll, ami a nevével ellentétben nem nagy vállalatokat támogató program, hanem a nagy növekedésre képes szintlépés előtt álló hazai KKV-k támogatási programja. Itt egy-egy vállalkozás akár 2,5 milliárd forint visszanemtérítendő támogatásban is részesülhet. Tehát 2 millió forinttól 2,5 milliárd forintig terjed a skála. Azt gondolom, hogy minden vállalkozói életszakaszban lévő pályázó megtalálhatja maga számítását.